Az idén 100 éve 1920. június 4-én írták alá az első világháborúban győztes nagyhatalom a trianoni békeszerződést, és a túri olvasókörének a 100 éves évfordulónak az emlékére egy új kezdeményezést indított el, most szalagok elhelyezésére fog sor kerülni, mit tudhatunk erről? Ezek a szalagok jelképezik tulajdonképp, mondhatnék, az összetartozást, a nemzeti összetartozást, a magyarságnak minden területéről, az elcsatolt területekről is. Jelképesen lesznek itt, mivel személyesen nem tudunk ugye részt venni az ünnepségen, őket sem tudjuk hívni, így erre gondoltunk, hogy ezek a szalagok adják vissza azt a tiszteletet részükről, hogy az anyaországba ők eljönnek, és itt teszik tiszteletüket ezen a jeles napon. Tulajdonképpen a szalagoknak a felhelyezése ide az országzászlóhoz egy olyan jelképet, egy olyan összetartozást kell, hogy mutasson, amelyben mind azok az emberek, akik a határon túlélnek is, de ugyanúgy a nemzetes részeiként szerepelnek, itt kell, hogy megjelenjenek. És felkértünk polgármestereket, egyesületeket, a saját jó barátainkat is azzal kapcsolatosan, hogy fejezzék ki a véleményüket azzal, hogy egy nemzeti színszalaggal jelenítsék meg azt a fajta összetartozást, ami itt található. Így aztán az Olvasókör Egyesület most minden hétvégén 15-20 darab szalagot fog ide kihozni, amelyre felkérünk olyan személyeket, akik elítélik Trianon szellemét, és szeretnék azt, hogy az elkövetkezendőben itt ez megjelenjen egy-egy szalag képviseletében. Hogyha valaki szeretne a saját nevében elhelyeztetni szalagot, akkor erre van-e lehetőség? Lesz rá lehetőség, a Mezőtúr és Vidéke újságba fogjuk ezt meghirdetni, úgymond telefonszámot adunk, amin be lehet jelentkezni, aki ilyen szalagot kíván elhelyezni. Tehát ez nem kerül senkinek semmibe, csak a nevet kérjük, hogy ki, és akkor mi elkészítetjük Saláné Marikával, a virágboltos hölgyel, ő vállalt ezt úgymond társadalmi munkával, hogy megírja a szövegeket. Mi megveszük a szalagokat, elkészítjük és felhelyezzük helyettük. Tehát ez egy ilyen lesz. Tulajdonképpen erre a lehetőség egészen június 4-ig lesz lehetőség, hiszen akkor szeretünk volna egy nagyobb fajta megemlékezést ejteni. Még az, hogy ez hogyan fog alakulni, ez még majd a jövő zenéje, nem tudjuk, hogy hogyan fog alakulni ez a fajta helyzet, ami kialakult, de mi mindenféleképpen valami úton módon szeretnénk megszólítani azokat az embereket, akik ezzel kapcsolatosan hasonlóképpen gondolkodnak, illetve a város lakosságát is ezzel kapcsolatban. Így egészen június 4-ig fogjuk rakni a szalagokat, és nagyon kíváncsian várjuk azt, hogy kik lesznek azok, akik felvállalják azt, hogy az szalagjuk itt legyen a miénk között. Herceg Zsolt, Mezőtúrváros polgármestere. Kis György Sándor, Kálnok Sepsi Köröspatak polgármestere Erdélyből. Máté Árpád, Árkos polgármestere Erdélyből. Földvári Terézia, Sárosfa polgármestere a Felvidékről. Ilia László és Ilia Valéria, a Jókai Mor Törökbecsei Egyesületből, a határon túlról érkezett a Délvidékről. Dr. Gelei József Általános Iskola, Árkos. A Csemadok szervezete Sárosfáról. Földvári István és családja Sárosfáról. Báló Tibor tanár úr a Délvidékről, Törökbecséről. Patkós Lajos és felesége Mária, gyermekei Lajos, Mária, Emese, unokái Hanga, Soma, Csongor és menye Renáta, Mezőtúrról. Batta Attila Viktor és családja, Mezőtúr. Süli János és Süli János Némájer Mária, Sárosfáról. Szűcs Dániel és családja, Mezőtúr. Molnár Norbert és családja, Mezőtúrról. Dr. Krizsánné Józsa Piroska, Mezőtúrról. Most ez a 15 szalag került kihelyezésre. Ennek a hétnek a végén szintén hozunk szalagokat, felkérve mindazokat, akik szeretnének
ezen részt venni, hogy fejezzék ki tiszteletüket, együttérzésüket, a nemzethez való együtt tartozásuknak a akaratát ezekkel a kis nemzeti színszalagokkal. Tisztelettel köszöntünk mindenkit a Túri Olvasókör nevében, és mielőtt még hozzáfognánk ahhoz, hogy a kis szalagokat, amelyeket megtiszteltek bennünket a kedves adományozók, hogy felrakjuk, előtte hadd mondjunk el egy pár szót az országzászló történetéről. Az országzászló itt nálunk Mezőtúron a Kossuth téren található, de hogy ennek mi a története, ez egy nagyon kalandos történet, és erről szeretnénk egy pár mondat mondani. A kezdeményezője Urmánci Nándor, Maros-Hévízen született 1868. október 1-én, és ott is halt meg 1940. október végén. Egy örmény származású erdélyi politikus volt, országgyűlési képviselő, a megalkuvás nélküli magyar, aki 1925-ben hirdette meg az országzászló mozgalmat. Valamint tudni kell róla még azt is, hogy a Magyarország területi épségének védelmi ligájának volt a harmadik elnöke. Az országzászlóról el tudjuk mondani azt, hogy a két világháború között az egész Magyarországra kiterjedő mozgalom indult a budapesti Szabadság téren 1928. augusztus 20-án felállított erekés országzászlóval indult útjára ez a mozgalom. El kell mondani róla azt is, hogy a budapesti Szabadság téren állították fel ezt a zászlót, és ami nagyon érdekes, hogy irredent a szobrok csoportjában. És mik voltak ezek az irredent a szobrok? Mégpedig len négy szobor volt. Kelet, észak, dél és nyugat. A kelet Csaba vezért ábrázolta. Az észak Hungáriát. A dél a délvidéket, és a negyedik, a nyugat pedig a hadurat. Sajnos szomorú vége lett ennek a szoborcsoportnak, az országzászlóval, az erekés országzászlóval együtt, hiszen 1945-ben a szovjet betörés alkalmával ezek a szobrok sajnos megsemmisültek, és így csak részünkre korabeli fotók állnak rendelkezésünkre, hogy felidézhessük azt, hogy milyen csodálatos volt ez. Tehát azt tudhatjuk, hogy az országzászlók állandó kelléke a Trianon előtti utolsó 1915-ös hivatalos középcímer volt, lobogóját legtöbbször angyalok is ékesítették. A jelmondata pedig az volt, hogy így volt, így lesz. Az árbócrúd sokszor sávosan piros-fehér-zöldre volt festve, úgy, mint ahogy a miénk is, amelyre fél árbócra húzták fel a nemzeti lobogót. És hogy miért fél árbócra? Azért, mert nem teljesült az, amit szerettek volna annak idején, hogy az egész ország újra a miénk lehessen. A terület visszaadásokkal, visszacsatolásokkal 1938-ban vagy 1941-ben, ami megtörtént, akkor egy pici időre fölhúzták teljesen, aztán utána pedig visszahúzták, visszaállították fél árbócra a országzászlót. Annyit el kell még mondani, hogy az árbócok tetejét sokszor, sok helyen díszítette eskürelmelt kéz, turulmadár, kettős kereszt vagy Trianon kereszt. Sok helyen díszes lépcső volt az, amelyik a talapzatához vezetett, és ott tisztelekedtek előtte. Annyit még el kell mondani, hogy mi is láttunk egy gyönyörű, szép országzászlót, mégpedig len a Túri Olvasókörnek volt olyan szerencséje, és eljutott Sátoraljaújhelyre. Sátoraljaújhelyen van a 100. országzászló, amelynek egy csodálatosan szép környezetben, a Szárhegyen található, amelyhez egy kálvária vezet föl. A kálvárián pedig olyan idézetek vannak az elcsatolt területek városainak üzeneve, amelyeket azt hiszem, hogy azok, akik elmennek és megnézik, elolvassák, igazi irodalmi élményben és igazi hazafias élményben lesz része. Ajánlom mindenkinek, hogyha majd vége lesz ennek a veszedelemnek, ennek a veszélynek, keressék fel ezt az emlékhelyet, igazán megéri ott időzni egy délutánt. És akkor most nézzük azt, hogy az elkövetkezendőben kinek a szalagját fogjuk most feltűzni. Megkérem Kalockai Sándornét, hogy segítsen nekem ebben. Az első a Sárosfai és Békei Cimbora népdalkör Felvidékről. A következő Kálosi Ákos és Lívia Sárosfáról, szintén a Felvidékről.
Májer Géza és Zita a felvidéki Sárosfáról. Erdélyből az Árkosi kis Ernő. Tordai Ernő, unitárius lelkész és családja Sepsikörös-patakról. Dávid Ferenc és családja Kálnokról, Erdélyből. Kovács Zsolt és családja Mezőtúrról. Ifjabb Kalockai Sándor és családja Anett, Sándor és Kamilla Szolnokról. Ádám Mezőtúr. Fábián Mihályfi Elvira és Fábián Sebastian, ők Törökbecséről, a Délvidékről. Bálint Zoltán Árkosról, Erdélyből. Nagy Csaba és Neje, Pirkó, lányai Csengelle és Bíborka Árkosról. Pap Levente Mezőtúrról. Kalmár Zsolt és családja Mezőtúrról. Cseszák Korcsik Anikó és Cseszák Balázs Óbecséről, a Vajdaságból. Major Mihály nótaénekes Mezőtúrról. Napsugár Kultúrkör Mezőtúrról Rusziné Muha Anna képviseletével. Berde Éva tanítónő a dr. Gelei József általános iskola képviseletében, szintén Árkosról. Vitályos Ágnes tanítónő a dr. Gelei József általános iskola képviseletében Árkosról. Vasas István és családja Mezőtúrról. Patkó Sándor és Neje Mezőtúrról. Éger Ádám és családja Mezőtúrról. Pete Lajos és családja Mezőtúrról.
Köszönjük szépen mindenkinek azt, hogy ezen az alkalommal is megtiszteltek bennünket azzal, hogy a nemzeti színszalagjukat elhelyezhettük az országzászlóhoz. A következő hétvégén továbbra is folytatjuk a nemzeti színű szalagok elhelyezését, hiszen jelentkező van bőven, hogy a nevek felkerüljenek a szalagokra. És következőleg szintén folytatjuk, mindaddig, amíg a 100 nemzeti színszalag június 4-éig el nem készül, és el nem helyezzük ide az országzászlóhoz. Köszönjük szépen! Immárom harmadik alkalommal jöttünk az országzászlóhoz szalagokat kötni. A 100 szalagból egy néhányat megint ide fogunk helyezni Patkós Évikével. Ezek előtt szeretném, hogyha meghallgatnák Arnóczky Lászlóné Adósunk Európa című versét, amely nagyon hűen kifejezi azt, amiért itt vagyunk, és amiért van ez a 100 éves évforduló. Volt egyszer egy ország, ahol élt a magyar, a Kárpátok védték, ha jött az ivatar. Az idők folyamán ráéheztek mások, széjjel darabolták Nagy Magyarországot. Ki akarta? Ma élők, tehetünk mi róla? Felelős mindezért a vén Európa. Széttépték országunk és sok millió szívet, kisebbség nemzetünk 5 országban így lett. Ki kérdez meg minket, jó nektek így élni? Kinek van jogában szíveinket tépni? Trianon sínyli 6 ország magyarja, köztük sem sok akad, aki így akarja. Fel is sorolhatom. A szép Kárpátalja lakossága magát ős magyarnak vallja. Ott nyílt meg számunkra a Kárpát-medence, ontotta a magyart az áldott Verecke. 1000 éves múltat biztosított nekünk, s mi erre a múltra mindig büszkék leszünk. De megjelent Trianon, és sorsokkal játszva csodás országunk darabokra vágta. Ekkor szlovák, végül orosz lett Verecke. Ez a magyarságnak mindenkorra lecke. De mindegy ki, hogy számol, összead vagy szoroz, ha magyar a magyar, nem lesz abból orosz. És így van ma Bánát, Baranya és Bácska 100 év óta len Jugoszláviában. Ezért román Erdély, szlovák a felvidék. Nagy Magyarországot ekképp vágták szét. És Szlovákiában még elvárnák-e néptől, váljon meg örökre a múlt emlékétől. A szlovák a magyartól, fájdalom, irigyli, ha felvidéket mond, őt még az is sérti. Az erdélyieknek sem fényesebb a sorsa, értük is felelős marad Európa. Ők azok, kiket a sors kevésbé kényeztet, de annál gazdagabbak, szeretnek, éreznek. Ott vasvillával, bottal erőltetnék rájuk, hogy a magyarokból legyenek románok. Ebből kifolyólag békétlenség zajlik, de az igaz magyar nincs, amiért hajlik. Így nem csak minket sújt a trianoni átok, kik bennünket tipornak, azokra is szállott. Számukra sem hozhat eszményi boldogságot, még más üldözöttként éli a világot. Ausztriában sem mindenkinek mindegy, ha jól is megy sora, mégsem cserél szívet. Van, ki nem feledi, honnan jön, hová tart, nem hagyja kiölni magából a magyart. Nézem így sorjában, mi maradt még hátra. Sok-sok széjjellőzött magyar a világba. Fontosnak tartom, hogy még Bácskáról meséljek, mert születésemtől vidéken élek. Ennek a porában játszottam, mint gyerek, ez oltotta belém, hogy mindig magyar legyek. Ez tanított arra, hogy ami nekünk sóhaj, más nemzeteknek az ne legyen óhaj. Erről a síkságról látni a végtelent, ez tár fel számunkra múltat, jövőt, jelent. A magyar nem kér mást, nem a régi földet, egy, amit nem ad fel, hogy értsék végre őket.
Lássa be a világ a békétlenség okát. E nép azért harcol, ne vegyék el jogát. Ne legyen a magyar mások keze lába, ne alattvaló saját hazájában. Beszélhesse nyelvét úgy, ahogy tanulta, hisz ő tekinthet vissza a leggazdagabb múltra. Soknak nem tetszik, ha mi ezt kimondjuk, de él az igazság, akárhogy titkoljuk. Együvé tartoznak, de büntetnek azóta. Ez 100 évtizedért a vádlott Európa. Ezek után kicsit nehéz szívvel lehet megszólalni, de szeretnénk most felkötni a következő szalagokat, akiknek a neveit szép sorba mondom, és Évike segít nekem fölköti őket. Bordás László és családja mezőtúr. Csala Sándorné és családja mezőtúr. Juhász Béla családjával mezőtúrról. Sepsikörös patakról a Már család. Rácz Zoltán mezőtúrról. Veres Anikó mezőtúrról. Gátfalvini Kalózkai Beatrix és férje Sándor, valamint gyermekei Kristó, Flóra és Kornél. Dobos Imre, Dobos Imréné és lányuk Ildikó mezőtúrról. Antos János, általános iskola Récs, Már Orsolya igazgató. Ferenc Tamás, Ferenc Témea, Tamási, Róza, Zsuzsanna és Révli Lilla mezőtúr. Tóth Pál és családja Kálnok Erdélyből. Pete Gergely és családja mezőtúrról. Bíró László citerás mezőtúrról. Vancaja Eszter igazgató, Kálnoki Ljudmilla, általános iskola, Sepsikörös patakról. Idős Dóci József és családja mezőtúrról. Kis György Zoltán, újságíró, Sepsiszentgyörgyről. Gonda Béla és felesége mezőtúr. Tóth Csaba, Szabó Marian és fiúk Csongor mezőtúr. Dóci Csaba és családja mezőtúr. Szűcs András és családja mezőtúr. Ifjabb Dóci József és családja mezőtúr. Herbáj Kálmán és családja mezőtúr. Karsai Istváné Erzsike mezőtúrról. Pozderka Korcsok Anita és családja mezőtúr. Sáfár Zsolt, Boros Boglárka és családjuk mezőtúr. Zuppán Zoltán egyéni vállalkozó mezőtúrról. Magyarnak lenni igenis jó.
Ez alkalommal is jó néhány szalagot sikerült elhelyeznünk, reméljük mindenki örömére, és gondolva arra, hogy együttérzésük, az összetartozást méltóképpen kifejezi ezek a szalagok, amiket elhelyeztünk a nevükbe, amihez ők hozzájárultak. A jövő héten ugyanígy találkozunk, akkor is egy jó pár szalag elhelyezésre fog kerülni, június 4-ig mind a százat ki fogjuk helyezni. Kárpáti Piroska, üzenet Erdélyből. Üzent az olt, maros, szamos, minden hullámuk vértől zavaros. Halljátok ott túl a Tiszán, mit zúg a szél a Hargitán? Mit visszhangoznak a csíki hegyek, Erdély hegyein sűrű fellegek? Ez itt magyar föld, és az is marad. Tiporják bár most idegen hadak, Csaba mondája új erőre kél. Segít a vihar, és segít a szél. Segít a tűz, a víz, a csillagok, s mi nem leszünk mások, csak magyarok. Ha szól a kürt, egy szálig felkelünk, halott vitézek lelke jár velünk. Előttünk száll az ős turul madár, nem is lesz gát, és nem lesz akadály. Ember lakol, ki ellenünk szegül, a székely állja rendületlenül. Üzenik a gyergyói havasok, megvannak még a régi fokosok. Elővelük, jertek, segítsetek! Székely anya küld egy üzenetet.
hollók, keselyük tépik a szívünket, rablóhordák szívják a vérünket. Ha nem harcoltok vélünk, elveszünk. E végső harcban egyedül leszünk, és a honszerző hősök hantja vár, ha odavész az ős magyar határ. És ha rablóknak kedvez a világ, mutassunk akkor egy új, nagy csodát. Megmozdulnak, mint a csíki hegyek, Székelyföld nem terem több kenyeret, elhervad minden illatos virág, mérget terem minden gyümölcsfaág. Vizek háta nem ringat csónakot, Székely anya nem szül több magzatot. Vadon puszta lesz az egész vidék, s végezetül, ha ez sem lesz elég, a föld megindul, a mennybolt leszakad, de Erdély földje csak magyar marad. E szavak után eljön a következő szalagkötés ideje, ami egyre közelebb hoz bennünket ahhoz a bizonyos dátumhoz, amikor ennek a 100 darab szalagnak értelme lesz, értelmet fog nyerni a felkötése. Dr. Lődár Péter és családja Mezőtúr. Keresztes Károly és R. Margaréta Mezőtúr. Molnár Géza, a Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének elnöke Budapestről. Költő Gabriella és Bedő András Sepsikörös-patakról. Patkós Sándor, Nátházi Ágnes és kislányuk Léna Mezőtúr. Magyarnak lenni egy csoda, a Zséli család Törökbecséről. Mihalina László, református lelkész elnök és családja Mezőtúr. Idős Zoltán Ferenc és felesége Jolika Mezőtúrról. Harry Dunán Nyugdíjas Klub Mezőtúr. Mezőtúri Református Egyházközség, valamint oktatási és szociális intézményei Mezőtúr. Idős Olá János és felesége Rózsika Mezőtúr. Lévai János és felesége Lenke Mezőtúr. Borzi Lajos és párja Icuka Mezőtúr. Vajna Ervin és családja Árkos. Varga Antal és felesége Mezőtúr, fiúk Tamás és felesége Budapestről. Pap János Mezőtúr. Kovács Krisztina és Pápai Bernadett Mezőtúr. Jenei József és családja Mezőtúr. Kérünk téged, hogy legyen itt a földön erős meg.
Isten áldja meg a magyart, tartson neve, míg a föld tart, paradicsom hazájában, éljen, mint a Haldunában, éljen, mint a Haldunában. Töltse békében napjait, egyezve lássa fiait, tatár, török s más ellenség, minket meg ne rendíthessék, minket meg ne rendíthessék. Isten áldja meg a magyart, tartson neve, míg a föld tart, Isten áldjon meg bennünket, minden igaz magyar embert, minden igaz magyar embert. Szülőföldem, édes hazám, ezerarcú tündérország, fodrozódó víztükrében, csillagfénye ragyog szépen. Gyermeked a szőke tisza, mint a harmat kristálytiszta. Aki annak vizét issza, szíve ide vágyik vissza. A hófötte magos bércek pajsként állnak körülötte, felfogják a dühös szelet, végig karcolják az eget. Lenn a völgyben tavaszodik, szép kertekben virág nyílik, szelő lengeti az ágat, nem hagyom el szép hazámat. El nem hagylak biz én soha, bölcsön voltál édes haza, mert nincs a földön oly nagy vagyon, melyért a bölcsőm elhagyom. Leszek inkább koldus szegény, de még van-e földön remény, én kemény leszek, mint a kő, s egyenes, mint sudárfenyő. Nem hajlok meg szélviharnak, gyökereim megtartanak, mint tűzben edzett izzó vas, ha elpusztulok, ne siras, mert reggel újra kél a nap, s fénye lágyan simogat, kékre színezi az eget, adjon Isten békességet. Kisné Mikes Éva, mezőtúr. Varga Zoltán, festőművész és neje Andi, mezőtúr. Barta Lajos és felesége Edina, kislányuk Zsófi, mezőtúr. Együtt egymásért klubtagjai, mezőtúrról. Rádui Zoltán és családja, Kálnokról. Szilágyi Bíró József és családja, mezőtúrról. Váncsa Szilárd, Váncsa Melinda, Váncsa István, László és Bíborka, Kálnokról. Zámbó Adrien és családja, mezőtúrról. Karda Gabriella, Árkosról. Ifjú Patkós Lajos Attila, mezőtúrról. Berde Marika és Hanna, Árkosról. Karácsony László és családja Sepsikörös patakról. Juhász Sándor és Attila családjaikról együtt mezőtúrról. Váncsa Béla, Váncsa Gyöngyi és ifja Váncsa Béla Kálnokról. Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület Szabó András elnök képviseletében mezőtúrról. Boton, törött mankón, jövünk búcsút járni. Szűz Máriás magyaroknak kopott unokái. Éjfél van a Duna táján, magyaroknak éjszakáján. Nincs más kivirrasszon, baráttalan, testvértelen, hozzád ver veszedelem, boldogságos asszony. Megcsúfolták, megpökötték, ami bennünk szép volt. Kilenc felé hasogatták,
ami rajtunk épp volt. Tépett testünk megtapossák, ragadozók ragadozzák édes kevesünket. Koporsónkat faragdálják, elét sírjuk magyar árvák a mi keserünket. Megnevetik drága magyar szónkat. Idegentől kéregetjük kenyerünket, sónkat. Magyar kezek szántogatnak régi rögön új uraknak. Népet hegye völgyén más arathol mi vetettünk, jövevények szolgák lettünk úrapáink földjén. Tisztelettel köszöntök mindenkit a szalagkötés utolsó alkalmán, ahol a maradék szalagokat fogjuk elhelyezni. Tisztelettel köszöntöm Herceg Zsolt polgármester urat, aki ebben a műveletben nekünk segítségünkre lesz. Ő rá hárul most ez a tiszteletteljes feladat, hogy a szalagokat elhelyezze. Reméljük, hogy ezek a szalagok kifejezik mindazt, amiért mi ide álltunk, amiért mi dolgoztunk több héten keresztül. Együtt vagyunk, egy nemzet vagyunk. Ez mindenkinek úgy gondolom közös ünnepe, megemlékezése ez az alkalom. Most felkérem Herceg Zsolt polgármester urat, hogy helyezze el a szalagokat. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Elsőként a Túri Olvasókör Egyesület szalagját helyezem el. Másodikként Kalockai Sándor és felesége Magdika szalagját helyezem el. A következő szalag Patkós Éva képviselőasszonyé, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a Túri Olvasókör Egyesület részére önkormányzatunk nevében hálás köszönetet mondjak a megemlékezés előkészítéséért és az aktív részvételért. Az utolsó szalagon ez áll nemzetünkért, Trianon 100 éve. Ez a szalag mindazoké, mindazok nevében kerül elhelyezésre, akik itt név szerint nem jelennek meg az emlékműnél. Hello.
magyar Kárpát felejt, halló magyar Erdély felejt, bármerre vitt a sors, hív az ősi föld, piros, fehér, zöld, de messze van Amerika, szegény magyar, hol van haza? Az ősi föld véredben megmaradt, piros, fehér, zöld, bármerre vitt a sors, hív az ősi föld, piros, fehér, zöld.